Mondja a Kovács képviselőtársam, sok intézkedés történt, csak nem pluszos, hanem mínuszos. Gondoljon csak vissza 2010. decemberére, amikor egy épi kezdeményezés okán a nyugdíjkorhatárt 62 esztendőben kívánták rögzíteni, majd önök bebélyegezték a 65 éves nyugdíjkorhatárt 2022-től. Miközben ezt követő napokban, 2011-ben pedig a rugalmasság teljes körét felszámolták. Mindegy, hogy korkedvezményről, mindegy, hogy korengedményről, mindegy, hogy miről beszélünk, önök ezeket az intézményeket likvidálták. Egyszerű a történet, tehát olyan nyugdíjrendszert kell működtetni, méltányos nyugdíjrendszert, amely a méltányossága mellett a rugalmasságot is magában hordozza. Tudja olyat, hogy egy 40-42 éve szolgálati idővel bíró ember 62 évesen ne két lehetőség közül választhasson, hogy elmegy nyesre nyugdíj előtti segélyre 44 ezer forintért, vagy kimegy a közparkokba gerebjézni közfoglalkoztatottként 54 ezer forintért, hiszen a munkaerőpiacon elég nehéz még a mai viszonyrendszerben is neki elhelyezkedni. Egy szó mint száz, a rugalmasság mellett a rokkantság vagy a baleseti rokkantság kérdéskörét sem szabad benne elfelejteni és úgy kezelni, ahogy azt önök kezelik. Az öregségi nyugdíjminimum mértékét, nagyságát pedig mértékadó módon kell emelni, az a 28.500 forint, ami 8 év óta példátlan módon az önök második és harmadik kormány kormányzása időszakában változatlan, ez elfogadhatatlan és szégyenletes. És mindezek mellett a nyugdíj melletti foglalkoztatásnak a korlátozó szabályait is már rég fel kellett volna oldani, amit önök megtettek, emlékezzen a pedagógusokra, az orvosokra és sok mindenki egyéb másra. Ha pedig tisztességes rendszert akarunk működtetni, akkor igenis helye van a vegyes indexálásnak, a svájci indexálásnak, és helye van annak is, amiről Koros képviselőtársam szólt, hogy az ápolási díjak mértékadó emelésére sor kerüljön. Ezért kérem, hogy támogassák a társadalmi bevételt.